Látom, ez is egy forgalmas csapás. Minden jel, a szalagkorlátok, a friss csatorna elemek arra utalnak, hogy nagyon rövid időn belül befejeződik a nagyvénkerti városrészben a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése. Most a fedlapok között van egy rés, ott van ide a víz. Kisebb hiánypótlások, befedések vannak még hátra. A megrendelő önkormányzat szerint a kivitelező jó minőségben, és ami legalább ennyire fontos, jó munkatempóban végezte a beruházást, amelynek legfontosabb elemei nem is látszanak, hiszen vagy az aszfalt, vagy a föld fedi azokat. Nagyon fontos az, hogy a csapadékvízzel megfelelően tudjunk gazdálkodni, föl tudjunk készülni azokra az időjárási viszonyokra, amelyek azért látjuk, hogy egyre jobban sújtják a lakosságot, gondoljunk éppen most a spanyol helyzetre is, amikor hatalmas mennyiségben egyszerre esik le csapadék. Ugye emiatt is próbáljuk a városnak azokat a részeit, ahol a csapadékvíz gondot okozhat egy nagyobb eső esetén, mindenféleképpen megoldani. Itt a nagyvénkerti város részen a végéhez közeledik ez a csapadékvíz beruházás, hiszen a földbe kerülő elemek lekerültek, jelentős része befejeződött, ugye azokat a munkálatokat tekintettük meg, amelyek a következő időszakban már szinte láthatatlanok lesznek, hiszen a befedések, a helyreállítások következnek, és hát vélhetően azért december végére, vagy a következő év január-február végére azért mindenképpen be fog fejeződni az összes munkálat. Nagyon jó munkát végzett a kivitelező, én azt gondolom, hogy meg lehetünk elégedve azzal a munkatempóval és azzal a minőséggel, amit ő elvégzett. A bejárás során mind a kivitelező, mind pedig az önkormányzat képviselői megköszönték a nagyvénkerti lakosok hozzáállását.